dal címe Fent. Sziasztok, fiúk, sok szeretettel köszöntelek titeket, és itt a hangpróbában, ahol nagyon sok zenekar bemutatkozott már a nézőknek. Meséltek egy picit magatokról, ugye 2023 a megalakulásotok ideje, és Szerencsről érkeztetek. Így van, 23-ban alakultunk egész pontosan. Máté és Sanyi már játszottak korábban együtt a Korom nevű formációban, viszont onnan kiesett, hogy a gitáros, így én kerültem megkeresésre lényegében. Mindig én 4 éven keresztül folyamatosan a szobában írogattam dalokat, és borzasztóan felhypolt engem az, hogy kaptam egy megkeresést, és töretlenül jól érzem magam itt. Tehát nálunk nincsen az a tipikus
probléma, vagy ilyen általános probléma, ami nagyon sok zenekarnál, hogy nem értünk egyet valamiben, veszekedések, viták vannak, mi ezeket nem is szeretjük egyébként. Úgyhogy jól érzem van, hogy nem értünk egyet, de meg tudjuk beszélni, tudod, tehát, hogy nincs sértődés, nincs olyan rosszat mond valaki, hanem mindent megbeszélünk, és akkor csinálunk valamit együtt, amit úgy gondoljuk, hogy jó. Mi volt eddig a legnagyobb konfliktus akkor? Áruljuk el a nézőknek, volt valami egyáltalán? Hát konfliktus annyi, hogy mikor jön a refrén, tehát hogy ilyesmi. Szerintem ilyesmi volt. Ez a zenekar életében egy fontos dolog szerintem, nem? Persze. Hát én nagyobbnak, amit megéltem, az az volt, hogy van egy dalunk, amit már hónapok óta próbálunk finomra csiszolni, akár egy gyémántot, viszont még egyikünk sem érzett rá, és ezt még nem érezzük késznek. Ezt mondanám konfliktusnak, de ez se feltétlen probléma. Nem feltétlen konfliktus, csak vannak olyan dalok, aminek így be kell érnie. Tehát, hogy nem az van, hogy sok olyan dal van. Leülünk, összerakjuk, kész, elejétől a végéig, de vannak ilyenek, amit egyszerűen nem tudunk, hanem kicsit pihentetni kell, és utána egyszer csak jön. Én láttam a közösségi oldalatokon, hogy József Attila verset is feldolgoztatok, vagy megzenésítettetek. Így van, a Tiszta szívvel. Miért pont ezt a verset választottátok? Egyáltalán hogy születik meg egy ilyen gondolat, hogy egy József Attila verset jó lenne feldolgozni? Hát, hogy teljesen őszinte legyek, jött egy riff, még a Koron formációval. És akkor elkezdtük játszani, hárman jammeltünk. És egyszer csak az énekesünk elkezdte ezt a verset ráénekelni a szövegre. Sajnos ez a projekt ez abban maradt, mert ugye a zenekar az feloszlott, de ezt ismét elővettük itt, és megcsináltuk a saját szánk ízére. Megmutatták nekem a dalt, és azonnal szerelem lett. Tehát József Attilának a munkásságát én egyébként is nagyon szeretem. Különösen ezt a versét, úgyhogy én lelettem taglózva tőle. És így dalformájában megjeleníteni szerintem egy ilyen tiszteletadás József Attila felé. Igen, szerintem nagyon sokan a nézők közül is elmondhatják, hogy ez a József Attila vers közel áll hozzájuk, de azért a ti zenekarotok stílusában feldolgozva, az azért egy egészen különleges, egészen más élményt nyújt nekünk, nézőknek is, de gondolom akkor nektek is. A dal rettentően egyszerű. Gyakorlatilag egy riffből áll az egész dal, és azt a visszajelzést kaptuk így koncerten, hogy hát az nagyon jó dal volt, és akkor így néztünk, hogy ez egy riffes dal, gyerekek, most miről beszélünk, és akkor mondták, hogy igen, de hát hogy adtátok elő? Tehát, hogy így, nem tudom, ez az érzelmeknek a közvetítése, ami megvan ebben a dalban szerintem, egy ilyen épülő jellegű a nóta, a dal, és ezt úgy veszem észre, hogy szereti a közönség. És hogyha jól tudom, akkor hamarosan akár stúdióba is vonulna a csapat így ebben a felállásban. Mik a tervek, ez mikor valósulhat meg? Reményeink szerint februárban már nagyon úgy néz ki, hogy késznek érezzük a lemezt, és folyamatosan kommunikálunk azzal az illetővel, aki majd ezt felveszi számunkra, és elvégzi az utómunkáját a lemeznek. Úgyhogy remélhetőleg február végén most már oda kerül a sor, hogy lesz audio formátum is, ami normális minőségben van. Teljesen saját dalok, teljesen önálló szerzemények, vagy azért lesznek benne ilyen belecsempészet József Attilák? Szeretnénk feltenni az albumra a Tiszta szívvel feldolgozást. Ezen kívül teljesen saját szerzeményekről beszélhetünk. Feldolgozás zenekaroknak is van helye, viszont mi nem szeretnénk közéjük tartozni. Ha pedig feldolgozunk, akkor a saját ízünk szerint tegyük azt. És hogyha nem József Attilát dolgoztok fel, akkor mi az, ami még közel állna hozzátok? Én egy Simon Mártont, azt nagyon szívesen feldolgoznék, az már nagyon-nagyon kortárs dolog, de megnézném, hogy ez milyen formába betül neki. Ezt még nem is mondtad, de a következő próbán akkor ezt megnézzük. Van esetleg már konkrét versed, amit majd beajánlasz a fiúknak? Nincsen még. Még nincs. És te, hogyha te ajánlhatnál verset, amit feldolgoz majd a zenekar, akkor te mit mondanál, melyiket hallgatnád meg a saját előadásotokban? Hát egyelőre nincs ilyen egyéb vers nekem, tehát hogy én most inkább a saját szövegekre szeretnék rá menni, tehát hogy most is nekiálltam én otthon is szöveget írni, és inkább azt szeretném hozni. Ez egy új infó volt nekem is, hogy van egy ilyen a tarsolyban. Látod, mindenre jó ez a műsor? Ja, igen, de megnézzük, ja. És hogyha saját dalszöveget akarsz írni, akkor van kedvenc motívumod, vagy kedvenc témaköröd, amit szeretsz beletenni ezekbe a dalokba? Hát nem is inkább motívum, hanem tényleg az érzelmek.
inkább azt szeretném leírni valamilyen formában. Friss ugye a formáció, de azért már voltak koncertek, hogyha egy kicsit előre gondolkodunk 10 éves távlatban mondjuk, akkor mit láttok, hol fog tartani ez a zenekar, vagy ez a formáció, miről fogunk 10 év múlva beszélgetni? Nagy esélye rengeteg élményről, főleg underground közegben. Nekünk szerintem ki lehet jelenteni, hogy ez is a kis hazánk, hogy kicsit underground-abb közegben mozogjunk. És azt gondolom, hogy 10 év múlva mi még létezni fogunk, tagcsere nélkül. Én nagyon előre látom azt, hogy itt ilyen problémákban nem fogunk ütközni. Maximum az idősödés az, ami közénk ütközhet. És hát Sanyi kicsit idősebb tőlünk, tehát 52 éves, és... Most ezt miért kellett elmondani? Elmondtam a kulisszatitkot, mert ki szeretném vezetni ezt a beszélgetést arra, hogy én nagyon fontosnak gondolom a zenei életben, hogy a korkülönbség az ne okozzon problémát a zeneszerzés szempontjából. Mert a zene kortalan. Így van. Máté, szerinted hol fogtok tartani 10 év múlva? Hát én nagyon remélem, hogy egy pár album mögöttünk lesz 10 év múlva. És azért én szeretnék egy-két fesztiválra is eljutni az underground közegből kiszakadva, de hát ezen még nagyon sokat kell dolgozni, de rajta vagyunk az ügyön.
A műsor felvétel helyszínét a Klub Hollywood biztosította.